karácsonyi mesét mondok most, gyerekek. Én John Wayne, mert megérdemlitek. Pihenjem most kicsit a beletek, a Bagley-t félretehetitek. Egy magyar rednekről szól a mese, kinek Erik a becses neve. Hiába volt a szíve tele jó akarattal, elhajtották a többiek mindig haraggal. Nem csökkent ettől Erik lelkesedése, barátokat lenni lesz még sok esélye. Folytatta hát, amit korábban elkezdett, a híradózásra durván ráedzett. Na gyertek, berendezkedtem a garázsba. Észrevettétek biztos, hogy a hang is jobb, a hangminőség, vettem a technikai cuccokat. Szerencsére van a faluba a Narkós Feri, neki mindig vannak valamiért, mindig vannak ilyen használt technikai cuccai. Vettem egy számítógépet tőle. Ja, meg mikrofont, figyeljük. Olcsó volt, hogy kettőt is vettem. És hát nagyon rendes volt a Feri, mert mi kedvezményt is adott, csak segíteni neki kellett, neki egy barátjának elmenni a Flexet elhozni, ami volt neki sarokcsiszolója, csak segíteni kellett, mert ugye nem volt osan a barátja, meg zárva volt a kapu, meg a garázs. Úgyhogy innen jön majd ezentúl a híradó, meg itt fogom tudni megvágni a dolgokat, szép legyen, meg csecse. Igen. Sok a növény még egyelőre, ezt lehet, hogy kicsit át fogjuk rendezni. A nevelőanyám, a mostohanyám nagyon szeret kertészkedni. Igen, egyszer börtönben is volt miatta a kertészkedés okán. Ja. Azonban egyszer csak nem várt hívás érkezett. Valaki a Ku Klux Klánra rákérdezett. Rá is keresek, hogy mi ez a Ku Klux Klán dolog. Szellemgyűlés, vagy nem tudom mi. Oh, zászló, nagyon jó. Puskájuk is van. Hoppá. Valamit csak a fehéreknek szeretik. This is Franklin County, Tennessee. The hunting country. It's also hardcore clan country. Here the gun speaks louder than words. Puskával beszélnek azért az... Semmi intellektuális argumentum. Mi a szar? I'm not saying put the Negro back where they were in slavery. I'm not saying ship them back to Africa, although that wouldn't be a bad idea. We have people standing by that will go into the shipbuilding business, isn't it? Ezek rasszisták. Ezek keresztet életnek. Hát én ezt nem értem. Fel kell hívnom Fekete Tákót. Erik ezen nagyon kiborult. Hisz nincs benne gyűlölet. Úgy érezte, most már értelmetlen az élete. Always love you, make you happy. If you will only say the same. But if you leave me to life and life, you will regret it all some. Hagyjatok békén! Fogtába lövöldözök! Nincs már értelme semminek! Nem gyűlölök senkit! Főleg nem az Eddie Murphy-t! Olyan vicces!
Egyáltalán nem erőltetett az Eddie Murphy. Elveszítettem a talajt a lábam alól. Ennek így már semmi értelme. Azt hiszem, eltaláltam valakit. Nem tudta Erik, mit tegyen. Hol talál jó tanácsra? Az amcsi filmekben ilyenkor elmennek spirituális utazásra. Vett is néhány sört, olcsót és ízetlent. Töltött néhány cigit, majd néhány órát dizájneren. Szevasz, fiam Erik! John Wayne, mit keresel itt? Én vagyok a protestáns védőszented, és azoké, akik hisznek benne, hogy fegyverrel minden probléma megoldható. Miért jelentél meg nekem? El vagy veszve. Útmutatásra van szükséged, és be is húgyoztál. Ez igaz. Déli testvéreimről kiderült, hogy fajgyűlölök. Az én szívemben nincs gyűlölet. Még Eddie Murphyt is szeretem, hiszen olyan vicces, és nincs elege belőle mindenkinek 96 óta. Ezért most nem tudom, mit tegyek. Ne hallgassak több blues zenét, ne nyaljak több cigánypinát. Hallgass, fiam, a szívedre. Kiket tudsz igazán szívből gyűlölni? Akik rollerrel járnak. És még? A katolikusokat. És még? A muszlimokat. És még? Az ezoterikus arcokat, akik jogáznak, meg batikolt nadrágban hippiskednek. Azt hiszem, akkor tudod a választ. Nem a bőrük színe határozza meg az embereket, hanem a vallások és a meggyőződésük. Pontosan. Én sem azért durrantottam segbe az indiánokat, mert részbőrűek voltak, hanem mert buzis szeánszokat tartottak, mint az unatkozó háziasszonyok meg a csimbókos hajú hippik. Köszönöm, John Wayne, megmentetted az életem. Kérdeztetek még valamit? Tessék. Miért ilyen gagyi a halucinációm, és miért ilyen szarul mozog a szád, mint a papírból lennél kivágva? Azért, mert egy rendes striphez búzis indián szeánszon kellene részt venni, nem a pár garázsában dizájnerezni. Most megyek, mert meg kell jelennem Németh Sándornak, hogy autófellációra bíztassam. A Remington legyen fele! Végül minden jóra fordult. Rátaláltam önmagamra. A fegyverek, a kábítószer, a robbanószerek, az alkohol, meg az önpusztítás szeretetére. És most már a többi magyarok is befogadóbbak velem szemben, mert ők is pont azokat utálják, akiket én. Aki nem, olyan, mint mi. I took a shot of cocaine and